Miért van olyan érzésem, hogy be lehet úszni alá? De nem fogok. Inkább megjegyzem ezt a helyet, azt majd később. Nem úszkálok már. Mindig veszélyes. Az úszkálás ebbe a játékba. Jó, itt vagyunk ezen a részen. Mehetünk erre tovább. Hát nem egy életbiztosítás ebbe az úszás, ez tény. De semmi baj. Na, oké. Leszedem magamról ezt a páncélt, mert még mindig azon variál a játék, aztán majd csinálunk tatuból egy újat. Amint találok egyet. Hogyse. Keresem a izéket egyébként, lárvákat, azért járkálok. Na, ezt a falut azt gyorsan lebombázzuk. Kivérzel, haver? Mondtam. Ebben miért volt ennyi nyilvessző? Valaki még lőtt bele helyettem is, vagy mi? Gyorsreagálású hadtest megérkezett. Merném, ebből nem szedtem ki. Négy, de kiszedtem. Jó. Alakul ez. Oké. Darabokra szedem a helyet hama. Király. Kicsit egyébként mozgalmasabbnak tűnik ez a part 3. Jól látom azt, hogy sokkal sűrűbben vannak itt ilyen tevékenységek? Mert a fenébe már. Szerintem sokkal sűrűbben vannak ezek a dolgok. Oké, na ami nekem kelleni fog, az csont. Három darab csont kell összesen, ugye? Lehet csak úgy tűnik, gondolod? Oké, itt jöttünk le az előbb. Tábor kipucolva. Ez még egy bejárat, de ez nem lényeges, mert ez ugyanoda vezet be. Ez a harmadik. De nem, nem ugyanoda vezet be. Csak egy ilyen nyílás befelé, az cső. A kaja. Azt mondja, hogy 22 óra. Egy óra múlva ez lejár, úgyhogy megeszem inkább. Jók vagyunk, mehetünk. Jó, nézzük csak. Ott van még egy csont, az kell. Hány bot kellett? Szekkötelet, mert az is kellett. Azt hiszem négy darab. Oké, mehetünk. Kapásból úgy megyek, hogy már építsem a totemet.
Hol volt a totemnek a helye? Valahol a folyóba. Ó, várjatok. Találtam vizet. Ez fontos, ezt nem hagyom itt. Nice. Remek. Oké, fasza. És ott a totemnek való. Igaz, hogy az másik. Hol vagy? Ott jön a rohadéka. Tóld ide magad. Na persze. Jövőn keresztül, hát hogy ne. Persze. Meg is lepődtem, hogy mondom, mi a szar ez. Szerencsére nem kaptam belőle sérülést. De szemét volt. Úgy. Valhekkes kajmán adat. Kösz a csontot, kajmán haver. Most komoly. Egy darab kötél. Hol hekkes kajmán, lol? Na. Jó, összességében ide is mindjárt csinálok egy izét. Ezt fogom csinálni, ez így jó. Megvan ez is. Aha. Tapír koponya. Na, arra kurva kicsi az esély. Vagy hát mondjuk itt lehet, hogy nem ezen a részen, nem tudom. Látom, ez ilyen mocsarasabb rész. Jó lesz. Nem lesz olyan rossz ez a part 3. Azt nézzétek, mennyi víz, meg minden. Jó van, urak, megoldjuk. Itt kéne valahol éjszakázni. Ha engedni fogja a játék. Aha. Itt jók leszünk. Van itt rendes fa. Valami csak lesz. Oké. Na. Úgyis kell a száraz levél is. A
Azért ilyet vágtam ki egyébként. Na mondja be az interakciót a pálmára, mi a fasz? Aló? Szedjed, szedjed. Úgy-úgy, adja, már jó lesz. Úgy. Ezek már szárazak. Jó, szárazakat begyűjtöm, tüzet gyújtani jó lesz. Nálam van a kajmánhús, megsütjük hama. Nincs benne fíreg, picsába. 6 és 8. Fajatek, szia, szia! Oké. Ereszkedjünk. Rohadjál meg. Kell egy tapírt vadásszak majd, aminek kell a koponyája. Csak hogy bonyolultabb legyen egy picit ez a feladat. Tökéletes, ennyi volt. Gyújtsunk tüzet, aztán hadd menjen. Kígyót még nem találtam. Eddig az hibátlan. De meg kell mondjam, ez az új rész itt, ez ma tetszik, jó, jó féle. Oké, ez 14-17 óráig jó, hogy állunk? Kell szénhidrátot egyek. Folyadék, majd azt így pótlom innen. Tök jó, zsíradék. Jó van. Oké, amíg sül a húsom, addig meg kell próbálni tapírt keresni valahol. Hol van tapír? Fordulj meg, süsüke. Jaj, a hangyaboly mellé, hát hogyne, persze. Erre gyere felém, légy szíves. Erre, haló? Nice. Na, már jönnek is a balfaszék. Én bazzak, nyújtsd be, hülye paraszt! Hallod, mi volt ez a nyúzás animáció fél óra? A marha. Ilyen hosszan se láttam ezt még. Vagy csak most a stressz miatt izének tűnt. Nem tudom, de... Hát ez mi volt? A marha. Oké. Ez meg. Hát persze, mert nem volt a balkaromon páncél, azt tudja, hogy megsebezte volna. Vág ez? Azért nem jó. Viszont így most adott minden, kicseréljük a páncélt a balkaromon.
Szerencsére. Oké. Barkács. Mondom, Barkács, haver. Ez most hülye? Oké. Mehet. Nem tudok lenézni. Nézz le rám. Akkor majd most. Páncélt ide néki. Úgy, megvan. 96%. Jó van, ezt meg vagyunk, túl vagyunk rajta. Vissza a izébe. Tapírt nem találtam egyelőre, viszont a kajám az szerintem... elég a kajám, Getz! Sőt, szerintem el is égett. Nem égette. Mac. Oké. Okay. Most vettem fel a tapírpáncélt, az úgy látszik piócás volt. Hú, gyerek. A párt három az izgibb. Amúgy. Jó. Tolok egy húst, mert rám fog rohadni szerintem. Az a gond. Hat darab, kettő. Na, ott a dohány, ezt gyors kiszedjük, mert ha úgyis mérgezést kapok, hogyha elkap valami, általában. Nagyon jó. Ebből a kettő. Köszi. Keresünk tapírkoponyát, mert mellette még a fatörzseket ugyanúgy nézem tovább ilyen férgekért, mert nem tudtuk megcsinálni még ezt a horgászós részt. Oké, ez elkészül, azt alvás, és akkor utána folyt. Jöv. A tapír az a barnás színű, ugye? Ilyen világos barnás színű szőrmók. Az a tapír, vagy az melyik? Jaj, ne! Az nem jó. Akkor az azt jelenti, hogy csak éjszaka jön elő, ugye? Akkor viszont elég kemény ez a feladat így. Összességében. Ha azt vesszük. Kilenc óráig jó ez még. Oké, ezt majd betoljuk. Oké, hogy állunk? Most tökéletesen állok, ezt a zsírt még betoljuk. Van tartalék banán. Darabig jó lesz, de most esett le a zsír, ha jól láttam pont. De lehet, hogy tévedtem. Tévedtem. Minden napszakban az lesz, amire gondol. Ja igen, oké. Okay. Akkor az... Tartalékkötelet szedek be. Oké, okay, csak hogy tiszta legyen. 33-25. Itt vagyunk valahol, itt. Csomó fatörzset végignéztünk, és nincs benne féreg. Tartaléktólat azt szedek össze.
Csak a húst kidobjuk, mert az nem fog kelleni. Oké, rakunk itt egy kis rendet. Itt is. Jó, most tollat egy darabig nem szedek szerintem. Viszont van-e valami barlangféle? Várj, ez nem barlang, hanem ez valami átjáró lesz. Ezt fog átvinni az új térképre, mi? Tipre. Ez a rész. Aha. Ez bizony. És ez kérlek szépen itt van. Oké, ide még nem megyünk. Itt be kell fejeznünk ezen a részen minden egyes totemet. Mert én ide nem akarok már visszajönni pluszba. De legalább megvan a helyszín. És közben egészségetekre. Na. Kellni fog nekünk tapír, kellni fog nekünk féreg. Vagy mi a tököm lárva. Mondjuk úgy, hogy kell mind. Ott van valami állatka. Szia, Cesz! Kellene egy kis segítség nekem Arknál, hova kell írni a szerver címet. Steambe, várjál, úgy van, hogyha a Steamet megnyitod, itt van előtted a Steam, akkor belemész a nézetbe, és a nézetnél a szerverek. Hogyha megnyílt a szerverek, akkor van olyan, hogy kedvencek, és a kedvencekbe van egy olyan, hogy szervert felvesz a jobb alsó sarkába, és akkor abba kell az IP címet, amit kaptál, bemásolni. És felveszed a szervert, és akkor úgy tudsz csatlakozni rá, azzal a jelszóval, amit a Lora megadott elvileg. Szólj, hogyha nincsen meg, mert akkor mondom újra. Sikerült, Cesz? Amúgy szívesen. Itt is vannak. Balaengo! Ott van a Balaengo. Fala! De vicces volt, Istenem, de jó volt. Jaj, de szép, jaj, de jó. Bagos szar! Hallod, Desert, hátrahúzom az ilyet, és beragad, megáll, nem lövi el. Nem egy harcrendszerre tervezték, az biztos. Csak hát... Hogyha ez miatt ölnek meg, akkor nagyon haragos leszek amúgy. Csak már most ugye ez miatt úgymond el is trafáltak. Ott van a... Az ki van már. Szia, Freddy! És szerintem a lábomat is eltrafálták, azt is. Hát ez nagyszerű. Na, sikerült, jó van, szuper, szuper. Ott be tudsz csatlakozni, csak ugye majd fog letölteni szerintem modokat a szerver. Hogy az mennyi ideig fog tartani, azt nem tudom. Oké, hát... nem volt valami...
Nem volt valami sikeres a itteni hadjáratom. Mert ahogy észrevettem, várjál csak. Ez a kezem hogy tudott megsérülni? Ja nem ez sérült meg, jó semmi. Kettő darab tatu páncél kell majd. Hát azt majd akkor, hogyha találunk, nem fogunk külön kutatni. Majd óvatosabb leszek. Ja jó van, okés. Na nézzük, csak kell. Az is. Jobb hangom, mint reggel, de akkor se énekelj. Okés. Megegyeztünk. Na, cserélj egy dárdát, hogyha tudok. Ha pedig tudok, ott van a... Ott az új dárda. Nagyon szuper. Hát nem, igazából nem lesz bajom. Most ez azért sikerült így, mert lényegében bebagolt a nyíl. És nem mindig szokott, szóval ezt így azért nem csinálta. Hátraúztam, azt nem lőtte ki, mert ugye reflexzerűen lövök. Oké, majd Liliumot azt szedek. Az már biztos. A statjaim azok egyébként jók. Ott van némi víz. Víznek való. Oké, na gyerünk, go tovább. Hát ez nekem rakták ezt is ide, látod. Még csak probléma sincsen ebből. Oké, fasza, minden jó. Minden a legjobb. Balahingo. Majd aztán ezért fogok csinálni nyilvesszőket, mert az így fogytán van, ahogy észrevettem. Nem is kell, hogy szebb legyen a hangom, ennyi elég. A beszélgetéshez bőven jó vagyok. Társas kommunikáció az már megy. Ezt lehet, hogy inkább fejbe lövöm, és akkor nem kell csinálni semmit. De jó, nem? Nézzünk már körül erre. Oké, még egy legenda van, srácok. Könnyű csinálni, csak toll. Toll, kis bot, vagy kis ág. Azt ennyi, nem gáz, persze. Csak épp mondtam, hogy magamnak csinálod, de úgy látszik, hogy még kell farmolnom hozzá, mert nem csak magamnak fogok akkor csinálni. Na. Kettő darab bambusz íj kell neki, arra figyelnem kell, hogy bambusz íjat szeretne, mert ő íjjánc. Ő neki a sima már nem jó. És tudjátok, hogy mi a poén az egészbe? Az a poén az egészbe, azt nem értem. Oké, biztos. Na, nézzük csak. Négy. Nem
lesz annyi tollam szerintem. Sőt, biztos, hogy nem lesz annyi tollam. Nem baj. Add, de robot tudok csinálni. De nem az a poén, nem bambuszból kéri. És itt fogadjunk, nem lesz bambusz sehol. Nem vissza kell mennem a pályának az elejére. Milyen benszülöttek ezek, hogy... Nézd meg, bazd meg, az össze... Hallod, milyen jó fej volt, egy darab nyilvesszőt meghagyott nekem. Kettőt, bocs. Köszi, haver. Viszont tollam az már van megint. Az az egy szerencséje, mert különben halál. Na jó, azt akkor intézzük. Ez 3 órás, ez lejár, nézzük csak. Oké, ezek jók. Ezek még bírják. Na, hogy rám rohadjon a felett tudsz. Egyébként annyiból jó az így, mert legalább zajlik itt a sztori. Na, itt a következő, hogyha már jövök erre bambuszért, akkor hozok erre ilyen fát is. Bár ha minden igaz, akkor pont azt vágtam szét. Nem, pont itt van. Nagyon jó. Egyszerre több dolgot csinálok. Egyébként azt nem lehet mondani, hogy unatkoztunk eddig, mióta átjöttem erre a területre. Abszolút nem. Na, elmenjetek innen a picsába. Oké. Okay. Na, hol a pióca, haver? Oké, okay, minden jó. Ilyen benszületett, nekem kell neki nyílat csinálni. Itt siránkozik, hallod? Látod? IRL is pont ezt csinálják sokan. Megvárják, még megoldják helyettük a problémát. Na! Milyen jegyzet? Hol? Ja, már 3-at megtaláltunk, oké. Okay. Majd a végén egybe felolvasom. Kell majd csont. Meglapulok, mint a taragaszba. 3, 4 és 5. Oké, okay, fasza. Ebben még kellenek tollak. Hogy látom. Biztos, hogy biztos alapon szedünk tollat. Tapírkoponya. Csak találjak vissza arra a zónára, ahol kellett. Durva egyébként az a rész, hogy itt minden szark. Oké, megadta a tapírkoponyát, no para. Kellenek a csontok, ugye? Ja, itt lényegében most minden is kell, csak ez nem kell most. Ez is ritka, amikor dobálom ki a húst, bazdmeg, vicc. Azt a rohadt életbe. Ezt add össze. Micsoda pocsékolás. Oké, okay, jók vagyunk.
Na, ez a rész, ez tényleg jobban tetszik. Előzők se voltak rossz, csak a part 2 az így a part 1 után már picit ilyen izé volt, monotonná vált. De itt ezekkel a új megoldásokkal ez egyelőre nagyon jó. Oké, fasza. Ide is kellett úgyis egy csont. Nagyon jó, kész van egy ilyen. 25 bizalom. Megyünk ugye bambusz nyilat csinálni. Csak szerzünk plusz kötelet, mert az elfogyott. Ó. Kiváló. Csak hogy bírjuk crafttel a történést. Oké. Okay. Négy darab kötél elég, ha van nálam. Egyébként a tapírkoponyás az meg pont erre volt, ha jól emlékszek. Mocsának ebbe a felébe valahol. Macska! De gyorsan gyere, bazd nem, mert jönnek jobbról a parasztok. Ja, persze, jó van, anyád, ja, Istenem, annyira... Hú, de utálom ezt a játékot, bazd meg. Annyira számító, hogy szar volt ez a rész. Annyira bazd meg, hogy elmondhatatlan. Elmondhatatlan mennyire. Baszkalapos banda. Ott rajd meg, ezt még az első zónából hoztam, baszhatod, tessék. Hú, ez nagyon gusztustalan megoldás volt a játék részéről most. Annyira, annyira, szóval... Szakadjanak meg. Meg megint beragadt a felelővés. Ja, indát nem akartam leszedni még. Azt nem szándékosan szedtem le. Hogy rohadjanak meg. Mindegy, most már átjövök ide. Nagy bajom nem lett igazából. Hú, gyerekek. Azért így ez kemény volt. Cserébe rombolok. Ide-oda, szia-szia! A dártól, azt visszük. Itt azért rajtam volt a para, hogy meghalok amúgy. Mire megtalálom a falut, leszünk 400-es reputationbe. Esküszöm. Fasza. Whoever finds it will gain the power of a jaguar.
Jó, az valami jaguáros legenda egyébként. Úgyis bosszúra szól mi azok. Oda néz. Oké, szuper. Ezek itt elég frankon beépítkeztek amúgy. Úgy. Tapírkoponya van ezeknél is, jó. Kész. Ja, kétkezes felszed, de az nem kell nekem, mert lassú, mint az állat. Meg nehéz. Ezt láttam én is, hogy itt van. Ezt használják a bitangok. Oké, teknős páncél nem kell. Bambusz, van bambuszunk, várja. Csak ugye megint ezzel egy a baj, hogy a, aha. Hol volt ez a paraszt? Ott át és jobbra, ugye? Jó, először a koponyát elviszem, azt majd utána. Hol volt az a rész? De azon gondolkodok, hogy hol volt az a része, hova kellett ez a izé. Oda, oda, ott, 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 megvan, már látom. Jó, körbe jöttem. Kellene még lárva, srácok, mert az nélkül, mert megint csak nem leszünk jók. 83%-os láncsa. Jó lesz. Bazd meg. Oké. Lárva. Nincs lárva, nincs lárva. Nem jó. Na mindegy, gyorsan meccselem ezt a oszlopot. Azt ez kész is lesz. Oké. 20-25 bizalom, ez is. A bambuszfákat majd elviszem magammal, szerintem úgy egyszerűbb lesz. És ott csinálom meg helyben a íjat. Mert akkor nem kell eldobálnom a saját cuccaimat. Na itt várjatok, ez mi? 4 dohánykötés, liliumkötésből csinálok egyet. Nagyon jó. Minden stabil most már újra. Hú, gyerekek. Van ám izgalom harcos egészségedre. Egészség. Na, találtam 2 darabot, király. Kell még 2, és akkor jók vagyunk. Ó. Oh. Ó, bazd meg, még jó, hogy abban maradt a zene, mert utólag hallottam meg, hogy itt volt valami pók. Keti. Aha, már látom is.
Látjátok, ez a hardcore. Zenére. Na, lárvából kell plusz kettő, hogy meg tudjam csinálni ezt a másik azt. És akkor már elég jól fogunk állni. Ezt a totemet ezt teljesítettük. Hú, de nem egyszerű. Ezen az oldalon szerintem még nem jártam. Oké. Állj. Egy nap. Jó, egy napot még kibírnak ezek. Úgyhogy egyelőre marha jók vagyunk. De várjál, de erre jártam már. Ez a rész. Ez mi? Az hangyaboly? Az. Nincs lárva. Így sincs lárva, hát ez fú, ezek... Remélem, hogy túl sok helyen nem kell ilyen lárvás cuccot leadni, mert rohadt kevés van belőle, ritka, mint az állat. Ha még ezt megtalálom, addig nincsen baj. Ebbe sincs. Nem baj, előbb-utóbb meg lesz, aztán leadjuk. Nem gáz. Előbb-utóbb úgyis megtalálok mindent. Öt darab kötés. Oké, van itt is még egy totem, nézzétek csak. Ez mi fog kelleni? Talán ez a legegyszerűbb, ahogy látom. Ezt össze is rakom. Itt helybe. Az a baj, ezért van féreg, vagy mi az, az nem ugyanaz az a baj. Csak ez ebben van lárva, ez ebben a fa. Pakérgekbe. Na, tollam az most lesz egy időre. Úgyhogy már jó. Szia, Angel úr! Oké. Koszos voltam, nem már. Mikor lettem én koszos? Ó, de jó. Hurrá. A fenébe. Sanyszló, szia, hogyha koszos vagy, akkor úgy eszel, akkor a gyomorrontás. Ott az a jel, azaz. Nem is gyomorrontás, hanem az ilyen féreg, vagy mi a tököm. Gyomorbaktérium.
Hogyha meg koszos kézzel gyógyítod magad, mint kötözöl sebet, akkor meg elfertőzött, szóval több oka is van. Mindig meg kell mosakodni. A parazita ellen viszont vagy egy gomba kell, mármint narancssárga gomba, vagy pedig egy olyan zöld kiviszerű, vagy hát nem is kivi, hanem ilyen, nem tudom mi ezt lehet hasonlítani, tudsz. Rohadtul nincsen, meg gomba se, viszont van madárfészek. Azt elviszem akkor. Milyen érdekes, hogy egy darab gomba nincs, hallod? De fura. Ez az. Ja, itt a gomba, megvan. Ritka mondjuk ez nálam egyébként. Oké, rendbe raktuk. Na, go back. Azt a totemet azt megcsináljuk, mert ehhez nem kell semmi, hogy láttam. Teki. Teknőc. Teknőc. Ajaj. Oké, kell ez. Hol a másik hosszú bot belőle? Valami nehéz, mindegy. Kibírjuk. Kibírjuk, kibírjuk, aztán minden jó lesz utána. Egy, kettő. Mi volt ilyen nehéz? Alig van nálam cucc azért, mert hogy mi az, ami nehéz. Egy napos 14 órás. Hogy vannak a statok? Kell fehérje. Egy napos 23 órás. Együnk ilyet. 23 óra. Túl gyorsan romlanak a cuccok. Ez a baj. Na mindegy. De jó. Totem, totem. Csináljunk totemet. Oké, még ezt a bot mennyiséget elvisszük. Le kell lőjek itt valami állatkát, mert kell a csont majd. Három darab csont még kell. Ezt már megoldom, ha már előbb itt mászkált valahol egy disznócska vagy valami hasonló. Közben úgyis kell még férgeket is keresnem, ment lárvát. Valahol csak spónol. Nagyjából próbálom fejbe tartani az összes ilyen helyet, hogy hol volt minden. Egyelőre még megy. Jó lesz a kajmán is, ha van. Hol vagy kajmán? Tollam az van, sok nem kell. Mondnám, hogy egyszerű, de nem.
Itt a bambuszos csóka, ugye? Körbejöttünk a külső részen. Okés, nyomasd. Nincs egy darab állatka se sehol. Hihetetlen, de igaz. Azért a totem építés az annyira nem olyan könnyű, hogy azt az ember gondolná, hogy hamar megvan. Amit fel lehet mászni, erre mi van? Lehet, hogy találok itt valami okossat. Hátha lesz itt valami okos. Aha. Például egy legenda. Amit egyébként már megnéztem Nem. De trükkös. The weapon disappeared with the warrior. Fegyvernek a harcossal együtt nyomva veszett. Jó, ugyanazt a legendát. Úgy látszik, hogy ezen a belső területen egy teljes legendát össze lehet gyúrni. Nézzük meg, ez a hely egyébként, megmondom, hol van. Itt vagyunk. Ó, itt nem nagyon kéne leesni, mert az fix halál. Wow, mi ez a hely, gyerek? Mi a szar? Na jó, hát én nem fogok oda benézni. Mi van itt? Van itt valami okosság? Az mi? Ez mi a szar? Itt van valami. Itt vagyunk. És ez átvisz valahova. Hova? Milyen irány ez? Nyugat. Az előző területre ez vissza tud vinni. De érdekes. Na jó, húzzunk innen, mielőtt leesek. Oké. Eddig jó. Továbbra is csontot keresünk, meg lárvát. Ó! Ez meg jó jön majd. Mik ezek a hangok, ember? Nem találok lárvát, hihetetlen.
Rendesen feladták a leckét ezzel az izével. Lárvás mókával. Aha, most már álmos a karakter, fasza. Na jó, most srácok. Azt mondja, hogy hosszú bambusz. Visszamegyek a benszülötthöz, megcsinálom neki, mert annak már csak a két íj kell. Azt akkor megint megkapjuk a reput. Aztán majd gyorsan, most már alszok egyet. Lassan. Két ilyen hokedli lárvának beszpónolhatna valamelyik fatörzsbe. De meg még hozunk. Tudom, hogy ez lesz. Oké, ez nem tudom, hogy sikerült, de amúgy se ott akarom megnyúzni a hangyaboly kellős közepén. Annyira tipik ez, bazz. Állj meg! Nézz erre! Á, hogy nem lehet fejbe lőni, tuti. Mibe akadok el? Köszi, megvan a csont. De legalább nem kell visszajöjjek. Oké, ez a totem kész. Nyilvesszőt visszakaptuk vissza. Ami nem fog kelleni most így hirtelen, az ez. Jó, mindegy. Kész. Marad egy csont, az mehet kifele. Megyek, azt megcsinálom a másiknak a íjakat. Hát azért most jóval gyorsabban haladok, így. Haló, oké. Álmatlanság, jó, mindjárt alszok. Pióca is van, mindjárt azt is leszedjük. Na, megérkeztünk. Gyorsan nézzük, hogy mi a hely. Mosakodjunk meg. A pióca kiszedésbe se bízok meg így kocsas kézzel, mert lehet, hogy az is okoz valamit. Bár nem tudom. Nice, most jó. Oké, fassa. Barkács. Bambusz íj. Jó, addig kidobom a törzsi lófaszt. Egy. Barkács. Kettő, kész. 25 bizalom meg is van ezzel is. Úgyhogy győztünk.
Erre mi volt bent? Ja, itt egy legenda volt azt szemben, ugye? Hogy ez melyik rész? Ja, itt egy legenda, igen, oké, ez volt az a rész, szuper. Nem tudom, mitől lett a mocskos hirtelen. Azt mondja, hogy a statjaim azok fehérje. Tolunk mindenből egy kicsit, mert ez mindjárt lejár. Kell ez, ez, ez. Oké, ezeket betolom.